Egy halott és egy tucatnyi eltűnt, ez az olaszországi Ischia szigetén történt földcsuszamlás előzetes mérlege a nápolyi kormány megbízott szerint. A halálesetekről szóló hivatalos közlése csak akkor kerülhet sor, amikor az eltűnteket megtalálják és a kimentett embereket kórházba szállítják, ez pedig az olasz belügyminiszter tette hozzá. 6 óra leforgás alatt 126 mm eső, az elmúlt 20 évben a legtöbb hullott a nápolyi partok közelében fekvő Ischia szigetére, ami meglazította a talajt és földcsuszamlást indított szombat hajnalban. A hegyoldalakról lecsúszó sár ereje elég volt ahhoz, hogy a sziget északi részén fekvő Kaszemik-Kiola kikötőjénél autókat és buszokat sodorjon a tengerbe. Az utcák járhatatlanokká váltak, és a sziget polgármesterei arra szólították fel a helyieket, hogy maradjanak otthon. Legalább 100 embereket elzárt területeken a jelentések szerint. Az olasz mentőcsapatok bonyolult éjszakai kutatásra készülnek, amit az időjárási körülmények nehezítenek. A térségben narancssárga riasztás van érvényben vasárnap estig.